Köszöntöm a kollégákat, Benedek István vagyok. Ugorjunk picit vissza az időben. 2010-et írunk, ott szorog a régió. Elég sok pályázati lehetőség adunk turisztikai célokra. Önazonosságukat kereső közösségek kezdik felfedezni tájbéli értékeiket, érzik azt, hogy lenne rá igény, jönnének látogatók a térségbe. Székelyföld közepén, a felcsíki Csíkszenttamás határában található a Szent Anna feredő. Közelében ide tartozik egy melegvízű forrás táplálta tavacska a Feneketlentó, és mellette emelkedik a Csonka-torony, egy gótikus templom maradványa. A helyi önkormányzat kezdeményezésére egy borvizes projekt keretén belül felújították ezt a népi fürdőt, és ide terveztünk egy fogadóépületet, ami kiszolgálja a létesítményt. A tájat ugye korábban úgy élték meg a helyi emberek, hogy gazdálkodtak benne. A gazdálkodás pedig nem igényelt nagyobb házakat. Voltak a kaszálókon a kis időszakos nyári szállások, és voltak az aklók, az állatok hosszanti szállásépületei, amiket télen is használtak. Ezek apropóján készült el egy fontos előképe a tervünknek, egy biológiai ökológiai egyesület tájháza a Gyergyói medencében. Persze a csűrök, mérlegházak, fedett hidak is ugyanazt az egyszerű, csupasz szerkezeti jelleget hordozzák, amit mi is követtünk. Egy vékony deszkahéjalással bírnak létezni. Az épület a földszinten egy három oldalán nyitott, fedett térből áll, ami véd, árnyékot nyújt és saját tűzhelye is van. A tetőtérben pedig zárható bridges szállások lettek kialakítva. Az építmény gyakorlatilag házgyári jelleggel készült, tehát nagy mértékben egy közeli faüzemben előkészítették. Félkész állapotokat raktak össze, amit a helyszínen könnyen összeszereltek. Ebből persze kilóg az alépítmény része, viszont ennek mérete és tömege a terepmozgatásokból adódik. Két új medence is épült a közelben, innen származik a sok föld. Ide kerültek a kiszolgáló helyiségek, úgy mint a zuhanyzó öltöző raktár. Többnyire gyakorlati szempontok miatt további uniós pályázatokhoz kialakult egy típus terv, a menedéklánculat gondolata. Összesen 10 helyszínre készült terv, az alaptípus kisebb-nagyobb változtatásaival, helyre és személyre szabásával. Ezek közül végül 4 épület meg is valósult. Közülük egyet még röviden bemutatok. Az Oroszhegy község fölött helyezkedő gyulátetőn, más néven Narcisz-réten felépült közösségi csűr különbözik talán a legjobban a prototípustól, mivel itt másabb jellegűek a táj és az igények is másabb jellegűek. Itt nem egy borvízre, hanem egy szálvirágra van felfűzve a történet. Ez egy magasan fekvő tanyavilág, ahová 60-as évek kezdetétől feljárnak a térség lakói, és hosszú tél után, amikor elkezd nyílni a Narcisz, egy nagyot ünnepelnek, egy népfesztivál helyszíne. Akár az északi népeknél, tavasszal, amikor először kisüt a nap, mint a bogarak kifutnak, kirajzanak a tájból. Itt egy szétnyitható színpad köré szerveződnek a terek. Végezetül megemlíteném, hogy nagyon örülünk, hogy ezekkel a munkákkal mi is hozzájárulhattunk, részesei lettünk egy izgalmas folyamatnak. Már a román szaksajtó is felfigyel egy a kritikai regionalizmus jegyében a egyre karakteresebben fejlődő székelyföldi kortárs építészetre. Köszönöm a figyelmet!